Apám, valami fontosat kell mondanom, de nem tudom hogyan. Térj a tárgyra, mint látod, dolgom van. Nem akarok tovább modellkedni. Jó, ha tényleg ezt akarod. Más is nyomja a lelked. Nem lesz több talizmán birtokos, és Rénár Úzs, aminek én vagyok az oka. Fejedelem erősebb, mint valaha. Nem a te hibád, Marinette. Már hogy ne lenne az? Én tévesztettem össze Félixet Adriennel. El tudod ezt képzelni? Persze, hogy el tudom. Adriennek adta ki magát, mást is rászedett volna. De pont engem, azt hittem, szerelmes vagyok belé, de nem is ismerem őt. Nagyon jól ismered. Annyi mindent megéltetek együtt. Együtt videójátékoztatok ebben a szobában, felpróbálta a ruhaterveidet, moziba mentetek együtt, megcsokoltad a Trévi Múzeumnál, bár tény, hogy akkor szobornak hitted őt. Ah, nem! Az a csók tényleg megtörtént! De látod, ez is bizonyítja, hogy a szerelmem vak. Még egy szobortól sem tudom megkülönböztetni Adriennt. És így életem legnagyobb hibáját követtem el. Elvesztettem a talizmánt és a kvamikat. Egyet már visszaszereztél, és a többi is meg lesz. Amíg fejedelemmel harcolok, nem homályosíthatja el a látásomat a szerelem. Nem is érdemlem meg Adriennt. Mostantól nem próbálom meg elcsábítani, nem követhetek el több hibát. Ha-ho, csak emlékeztetnélek, hogy ezt korábban is próbáltad. De most aztán tényleg mindent meg fogok tenni. Párizs biztonsága a tét. Mindenek felett a talizmán őrzőjének kell lennem. Nocsak. A fiú hív, akit nem szeretsz. Azért felveszed? Nem ismerem őt, és nem veszem fel idegenek hívásait. Itt Marinette Dupin Cheng asszisztense, ki beszél? Alia. Mondd, hogy nem vagyok itt. Marinette azt üzeni, hogy nincs itt, ami elég cikinek hangzik. Ó, nagy kár. Mondd meg neki, ha visszatér, hogy apát nem zavarja, ha nem modellkedek. Mi? Nem akarsz többé modell lenni? Na, ez nagy újság. Elbeszélgetél apukáddal, hisz ez csodálatos. Marinette, megjöttél? Igen, elmentem, de visszajöttem, megesik az ilyen, fekete öves oda-visszajáró vagyok. Akartam is mondani, hogy mióta elkezdtem suliba járni, annyi minden új történt velem. De még sok dolgot nem értek. Egy valami viszont biztos, az életem nagyon más lenne nélküled. Rád mindig számíthattam. Adtál tanácsot, mikor magam alatt voltam. Különleges vagy. Köszi, Marinette. Nagyon szívesen. Szívemből mondom, hogy nagyon fontos vagy számomra. És remélem, egy nap tehetek annyit érted, amennyit te tettél értem. Ez remekül hangzik. Holnap találkozunk. Szép álmokat, Marinette. Ja. Ez az! Végre egymásba fogtok szeretni, látod? Ismeritek egymást! Mi? Szó sincs róla, ő csak egy haver a suliból. Ismerem a srácot, de csak nagyjából. Anyám, nem mondod komolyan! Marinette olyan különleges. Ha tovább hajtogatod Bamba Vigyorral a képeden, hogy ő csak egy barát, akkor olyan kabu vagy, mint a pasztorizált sajt!